Magyarország Nagy Katalinnal. Az országgyűlésben a Mi Hazánk mozgalom képviselője megszavazta a börtönbiznisz megállítására vonatkozó javaslatot. A stúdióban köszöntöm Torockai Lászlót, a Mi Hazánk mozgalom elnökét. Miért szavaztak így? Jó reggelt kívánok! Azért szavaztunk így, mert elsőként vetettük föl ezt a problémát, elsőként beszéltünk arról, hogy Magyarországon egészen elképesztő állapotok alakultak ki. Tulajdonképpen jobban járnak a bűnözők, amikor börtönbe kerülnek, mint azok a tisztességes, becsületes dolgozó magyarok, akik sokszor ébérért dolgoznak napi 8 vagy 10 vagy 12 órát. A bűnözők pedig egész nap henyélnek, aztán kijönnek néhány év múlva, és milliókat felvesznek a magyar adófizetők pénzéből. Ez vérlázító, fölháborító, hát és tűrhetetlen. Hát azért dolgoznak sok helyen. Nagyon helyes, de még mindig nincsenek szibériai börtönviszony, amit a Mi Hazánk mozgalom szeretne. Mi nem wellness börtönöket szeretnénk, hanem kőkemény, mondjuk szibériai típusú börtönkörülményeket, és utána, hogyha kiszabadul egy bűnöző mondjuk a börtönből, hazamegy, akkor nem fog dicsekedni, nem fog azzal hencegni majd a gyerekei előtt, hogy kerülj te is, fiam, börtönbe, akkor leszel majd igazi férfi, mint ahogy sajnos jelenleg ez bizonyos szubkultúrában ugye jellemző, hanem majd szégyelni fogja, vagy le akarja majd azt is tagadni, hogy valaha volt börtönben, úgyhogy mi ezt szeretnénk elérni. Két héttel ezelőtt vasárnap önök Miskolcról Sájra vonultak. Sáj az a település, ahol egy gyilkosság történt, karóval agyonvert egy 21 éves roma férfi, agyonvert egy 61 éves néprajzkutató nőt. Önök ezzel a felvonulással mit akartak kifejezni? Azt szerettük volna kifejezni és megmutatni, arra szerettük volna felhívni a figyelmet, hogy olyan, mintha a magyar állam feladta volna Borsod megyét, hiszen nem csak a sályi gyilkosság miatt vonultunk oda, ugye először Miskolcon a kormányhivatal előtt demonstráltunk, aztán onnan vonultunk Sályba, ebbe a felerészt magyarok, felerészt cigányok által lakott faluba, ahol ez a gyilkosság történt, de hát azért voltunk a kormányhivatal épülete előtt, mert úgy tűnik, hogy no-go zónák alakultak ki Magyarországon, hiszen a kizárólag cigányok lakta a Csenyétér, ahol maga a polgármester is önmagát cigánynak nevezi vagy tartja. Szintén ugyanazon a héten felreppent egy hír, hogy a mentők nem voltak hajlandóak rendőri kíséret nélkül bemenni Csenyétérre egy haldoklóhoz. És ugye azt már nem nagyon mondták a hírekhez, hogy ennek az volt az oka, hogy fenyegették már a híváskor a mentősöket, és sajnos a mentősöknek nyilván Borsod megyében komoly tapasztalatai vannak azzal kapcsolatban, az ilyen fenyegetéseket komolyan kell venni ezekből a szegregátumokból. Akkor mehetnek oda, hogyha rendőri kísérlet. Rendőri kísérlettel mennek oda, hát ilyenek a nyugat-európai no-go zónákban vannak, ahol a bevándorlók kialakították a párhuzamos társadalmakat, de úgy tűnik, hogy Magyarországon is vannak ilyen párhuzamos társadalmak. Mi arra hívtuk fel a figyelmet, hogy a magyar állam nem adhatja fel Borsod megyét, elfogadhatatlannak tartjuk azt, hogy ilyen szegregátumok kialakultak, ez Magyarország. Illetve még van egy nagyon fontos dolog, az OPRE roma párt, amely egyelőre egy apró kis cigány vagy roma párt, de olyan követeléssel állt elő, ami egy újabb Trianon előszere lehet. De Trianon 100. évfordulóján ezt mindenféleképpen csirájában meg kell akadályozni. Ugye 4 megyét leszakítva Magyarországról egy roma vagy cigány tartományt szeretnének létrehozni, és mi azért is felhívtuk a figyelmet erre a jelenségre, mert a Momentum európai parlamenti képviselője Donát Anna fogadta az OPRE roma párt elnökét, és innentől kezdve válik igazán életveszélyessé ez a követelés, hiszen a Momentum mögött külföldi nagyon komoly erők is állnak. Hogyha ezek felkarolnak egy ilyen életveszélyes szeparatista törekvést, akkor az, ahogy mondtam, akár újabb Trianonhoz is vezethet. De azért itt mégiscsak van egy olyan feszültség Gyöngyös Patán, ami létező, és tudjuk, hogy az egész ország közvéleményét felé zaklatta. Ilyen esetben hivatkozhat arra mondjuk akár a Momentum, vagy más ellenzéki párt, baloldali párt, mint például a Párbeszéd, hogy itt a feszültséget kelti a Mi Hazánk mozgalom, és ahogy tudjuk, Tordai Bence fel is jelentette Dúró Dórát. Hát mi is tettünk sokféle feljelentést, ugyanis mi voltunk azok, akik a törvényeket betartva demonstráltunk, fegyelmezetten, végig békésen, fáklyákkal, illetve a gyilkosság helyszínén mécseseket elhelyezve, miközben szervezett bűnözői körök, és ez nagyon fontos hangsúlyoznom, hogy olyan cigány vagy roma önkormányzati vezetők kerestek meg minket. Ugye például tavaly Törökszent Miklóson a Városházán a helyi legitim cigány vezetővel, önkormányzati képviselővel
Juhász Bélával tárgyaltunk, fülöpedi korszegyőső képviselőnkkel együtt a Városházán, akiket kiszorítanak jelenleg a cigány érdekvédelemből, azok a szervezett bűnözői körök, akik most kezdik átvenni a cigányság érdekképviseletét, ők voltak azok, akik például Miskolcról sájba tartva a hármas főutat lezárták, és megpróbálták megakadályozni, ez egyébként bűncselekményt elkövetve, ami törvényes gyülekezésünket, a rohamrendőrök szorították őket le az útról, mindenféleképpen veszélyesnek tartjuk. Az erőszakos elemek azok a másik oldalon vannak. Ott vannak a bűnözők, ott vannak az erőszakos csoportok, akik ezekkel az úgynevezett antifákkal, akik Nyugat-Európában rendszeresen rendőröket támadnak, békés tüntetőket támadnak meg, megjelentek Magyarországon. Várható egyébként vasárnap is a Horthy Miklós kormányzóvá választásának 100. évfordulójára rendezendő fáklyás felvonulásunkon, hogy jönnek ellen demonstrálni. Nyilván a rendőrség dolga, hogy fenntartsa a rendet, mi a törvényesség, a törvény oldalán állunk, ők azok, akik bűnözőkkel szövetkeznek. Itt ugye az utóbbi időben egyre több jobbikos politikus lép ki a pártból. Tegnap vendégünk volt itt a műsorban Gyüre Csaba, a Jobbik országgyűlési képviselője. Most hallgassuk meg, hogy mit mondott ő azzal kapcsolatban, hogy több ismert vezető politikus is elhagyta a pártot. Én nem látom, hogy egyébként eltérés lenne az előző időszakhoz képest, azonban sokan vannak, akik ezt úgy értékelik, vagy voltak most az elmúlt napokban, hogy nem kívánnak részt venni a párt működésében a továbbiakban. Valóban a 2018-as tisztújítás után is volt megfigyelhető egy ilyen folyamat. Én azt gondolom, hogy ez a pártnak egy nagyon-nagyon-nagyon minimális részét érinti. A nemzeti konzervatív keresztény jobboldali irányvonal nem veszett el a Jobbikból, ez a jövőben is meg lesz. Én teljes mértékben hiszek ebben. Mit szól mindehhez Toroczkai László, aki szintén kilépett a Jobbikból 2 éve? Hát nem, hogy kiléptem, hanem ketté is szakadt a Jobbik azzal a háborúval, ami Vona Gábor is közöttem zajlott. De hát Gyurcsány Ferenccel a magyar gyűlölő, keresztény, fehér gyűlölő, heteroszexuális gyűlölő Niedermüller Péterekkel felálló DK-val koalíciót kötő, választásokon együtt induló Jobbik hogyan lehetne nemzeti, vagy keresztény, vagy konzervatív? Nem is értem egyébként Gyüre Csabát, illetve hát értem, megélhetési politikusokról beszélünk, akik még összetart az az évi 2-3 milliárd forintos állami támogatás, erről szól a Jobbik. Vajon, hogyha jelentkeznek ezek a kilépett jobbikos politikusok önöknél, akkor jöhetnek? Már nem, ugye jó ideje elmondtuk azt, hogy bezárultak a kapuk, a Mi Hazánk mozgalom kapuja azok előtt, a politikusok előtt, akik Gyurcsányékkal nyíltan összefogtak, de akár a Momentummal, tehát számomra a Momentum LMP ugyanannyira vállalhatatlan magyar ellenes pártok, mint akár a DK vagy az MSZP, tehát azok a politikusok, akik ezekkel a pártokkal összefogva közösen indultak például az őszi önkormányzati választásokon, természetesen már nem lehetnek a Mi Hazánk mozgalom tagjai. Ön úgy fogalmazott, hogy nem is érti, hogy miről beszél Gyüre Csaba, amikor azt mondja, hogy nem veszett el a Jobbikból a keresztény nemzeti értékrend. Hát Jakab Péter mondta azt legutóbb, hogy nincs szükség nemzetpolitikai vagy emlékezett politikai témafelelősre, hiszen ezért is lépett ki Bencsik János a pártból, mert hogy a baloldali szavazók azt nem szeretik, megosztja őket. Ezek szerint a Jobbik most már teljesen egyértelműen a baloldali szavazók szavazataira számít. Nézd, én önmagában azt gondolom, hogy 1922-ben mondjuk, amikor a soproni népszavazás után Sopron városa, a hűségvárosa visszatért Magyarországhoz, és egy picit lehetett orvosolni a trianoni tragédiát, hogyha akkor megkérdezték volna az eufóriában élő embereket, a magyar társadalmat, hogy elhiszik-e azt, hogy 100 év múltán egyetlen egy politikai párt lesz, parlamenti képviselőkkel rendelkező politikai párt lesz Magyarországon, amely megemlékezik Horthy Miklós kormányzóvá választásának 100. évfordulójáról, és az a Mi Hazánk mozgalom egyébként, és nem a Jobbik, vagy nem más pártok, akkor szerintem a magyar emberek ezt nem hitték volna el 1922-ben, hogy ez megtörténhet Magyarországon, de hát ide jutottunk, és hát nyilvánvalóan, hogyha a Jobbik egy nemzeti párt lenne, akkor megemlékezne például erről az évfordulóról is. Hogyan látja a baloldal sorsát? Hogyan alakul? Emlékszünk arra, amikor Gyurcsány Ferenc patás ördökként mondta azt, hogy a Jobbik a soha, hiszen az ördöggel az ember nem köt szövetséget, ugye? És most úgy tűnik, mintha akár az országgyűlési választások előtt, akár az önkormányzati választások előtt, hogy minden egyes helyszínen, majdnem mindenhol megszületett
az összefogás. Nagyon-nagyon nagy veszélynek tartom azt, hogy Magyarországon arra törekszik egyébként ez az elvek nélkül elvtelenül egyesülő, most már nyugodtan mondhatom, hogy balliberális ellenzék, a Jobbikot is egyébként relatív egy balliberális pártnak lehet talán nevezni, de nagyon nagy veszélynek tartom azt, hogy kétpólusúvá próbálják alakítani a magyar politikai rendszert. Látjuk az Amerikai Egyesült Államokban akár ezt a kétpólust, hogy ez mit jelent. A legtöbb esetben legalábbis fundamentumokat illetően semmiféle változás nem fog hozni a népnek, és ez Magyarországon is azt jelenti, hogy egy olyan politikai váltógazdaság alakul ki, amiben a Fidesz, illetve ez az elvtelenül egyesült balliberális csapat adja egymásnak a staféta botot, váltják egymást a kormányzást tekintve, és közben olyan alapvető kérdésekhez nem nyúlnak, mint akár például az előbb említett magyar-cigány együttélés, vagy együtt nem élés kérdése. Egy csomó olyan probléma van, amit egyszerűen a szőnyeg alá söpörnek. Hát azért a magyar-cigány együttélés nagyon sokat javult az utóbbi időben. Emlékezzen csak arra vissza, hogy amikor Magyarország soros elnöke volt az Európai Uniónak, akkor az első roma stratégiát Magyarország tette le, és látjuk, hogy a foglalkoztatás bővülésével, abból, hogy a közmunkából hogyan kerültek át a piacra, azért az egy olyan folyamat volt, amit a cigányság vezetői elismernek. Hát ez nem egészen így van, ezzel nem értek egyet, ugyanis nem a különböző cigány politikusok által ellopott úgynevezett felzárkóztatási program pénzek voltak, amelyek például a munkaerőpiaci változásokat előidézték, hanem egyszerűen a munkaerő hiány. Úgyhogy ez egy nagyon messzire vezető téma, én azt gondolom, hogy szőnyeg alá söprik ezt a problémát. Köszönöm, Toroczkai Lászlót, a Mi Hazánk mozgalom elnökét hallottam.